Jó reggelt kívánunk, tehát Duró Dórának, illetve Pindrok Tamásnak. Duró Dóra, Mi Hazánk országgyűlési képviselő, őt kérdezzük hármasban némi szakmai segítséggel Tamás részéről. Aki a Figyelő belpolitikai rovatvezetője, és akkor vágjunk is bele, jó reggelt mindenkinek. Igen, vágjunk is bele az abortusz ügyben. A Mi Hazánk miért nem radikális ebben a témában? Miért nem akarják betiltani az abortuszt? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és mivel nagyon sok család és nagyon sok nő érintett, én úgy gondolom, hogy először egy szemléletváltásra lenne szükség. És hát ez egy fokozatosság a mostani törvénymódosítás, amit benyújtott? Gondolom, hogy ez egy olyan minimum kellene, hogy legyen, csak hogy a nézők is értsék, hogy miről van szó pontosan. Egy szívhang törvényjavaslattal álltunk elő ismételten, tehát azt javasoljuk, hogy az édesanyja a beavatkozás elvégzése előtt tájékoztatásként hallgassa meg a magzatnak a szívhangját, hogy átérezze, hogy milyen súlyos döntésről van szó valójában. Erre azért van szükség Magyarországon, mert nagyon sokan még mindig nem tudják, hogy ez egy élő emberről van szó, a fogantatás pillanatától védelem illeti meg az alaptörvény szerint ugye a magzat gyermekeket, azonban ez a valóságban egyáltalán nincs így, nem valósul meg, és ezért szeretnénk tudatosítani a beavatkozás előtt az édesanyában, hogy miről is van szó pontosan. Mindjárt egy fontos érzelmi kérdés, ez persze érzelmi kérdés is, de nyilván talán gazdasági kérdés is, nem tudom, a Jobbik, bocsánat, a Mi Hazánknak van ezzel kapcsolatban olyan javaslat, ami tovább segíteni, további anyagi vagy egyéb támogatással segíteni azt, hogy a családok több gyermeket vállaljanak. Ez nagyon fontos, hogy érezzék az édesanyák azt, hogy van más lehetőségük, mint az abortusznak az elvégzése. Nagyon sokan egyébként, akik amellett döntenek, hogy ezt a beavatkozást elvégzik, illetve elvégeztetik magukon, nagyon sokan kényszer hatására teszik ezt. Tehát a környezetük, akár a saját párjuk, a szüleik, azok, akik ezt javasolják, vagy presszionálják egyenesen ezeket a nőket, hogy tegyék meg. És ezért nagyon fontos ez a kérdés, amit felvetett, hogy igen, érezzék azt, hogy van más lehetőségük, hogyha ők amellett döntenek, hogy a gyermeküket megtartják, világra hozzák és felnevelik, akkor érezzék az államnak a támogató hozzáállását. És ezért kellene megerősíteni azokat a civil szervezeteket, a szociális hálót, a védőnői szolgálatot, hogy biztonságban érezze magát az az édesanyja, aki úgy dönt, hogy mégis. De akkor ugye Tamás kérdése is szerintem erre utalt, hogy akkor ez nem egy első lépcsőfok, ez egy tájékoztatás, ami után nem jönne szigorítás. Így van, ez nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy ez nem szigorítást jelent, tehát mindössze arról van szó, hogy tájékoztatjuk az édesanyát arról, hogy mi történik, hogy az ő magzat gyermeke milyen feltételek befolyásolás, inkább... Én a tájékoztatást tudom a leginkább mondani, tehát én nagyon szeretném azt, hogy tudatosítsuk a nőkben. Nagyon sokan még nem arra tudják. Akarják befolyásolni, hogy nevetesse a gyerekét, ami szerintem teljesen normális, tehát... Én úgy gondolom, hogyha azok a nők, akik abortusz előtt állnak, tudnák azt, hogy egy élő emberről van szó, akinek dobog a szíve, van keze, lába, feje, arcocskája, és nem egy sejtcsomó... Nem tudják? Persze. Feltételezzük, hogy nem most tudják. Ennek a javaslatnak a kapcsán is, ezen a héten is beszéltem olyan budapesti diplomás értelmiségi nővel, aki azt mondta, hogy ő nem tudta, az egy közkeletű felfogás, hogy egy sejtcsomóról van szó csupán, és nem egy élő emberről, akinek dobog a szíve. Tehát ez nagyon fontos. Változott most ebben a témában a politikai klíma, hogy most abban reménykednek, hogy ez átmegy? Van erről valamilyen informális tudásuk, hogy esetleg támogatókat tudnak maguk mögött a parlamentben? Voltak kormánypárti támogatói is egyébként ennek a javaslatnak. Én ezt ugye többször benyújtottam már az országgyűlésnek, és a KDNP-s képviselők támogatták a társorozatba vételét. Ugyanakkor az elmúlt 12 évben is kétharmaddal kormányzott Orbán Viktor és kormánya, hogyha lett volna arra szándékuk, hogy akár ezt a javaslatot, akár bármilyen más módosítást, akár az abortusz kapcsán hozzanak, arra meg lett volna lehetőségük. Nekem ez egy lelkiismereti kérdés, ezt megmondom őszintén, én ezt újra és újra elő fogom hozni, teljesen függetlenül attól, hogy milyen a politikai klíma. Úgy gondolom, hogy ez egy helyes lépés lenne, mert egyébként több olyan ország van, és akár ezen a héten is beszélhetünk, Oklahomában ugye egy nagyon szigorú törvénymódosítást hoztak, tehát ehhez képest valóban a mi javaslatunk még nem is radikális, de például Macedóniában ugyanezt bevezették, és csak ez az egy intézkedés 20%-kal csökkentette az abortuszoknak a számát. Az abortuszok száma azért csökken 2010 óta, azt hiszem 2010
2010-ben 40 ezer volt egy évben, most 23 ezer, de a 90-es szám az megdöbbentő egyébként, az 80 ezer volt, 80-ban meg 90 ezer egy évben, tehát azért radikálisan csökken az abortuszok száma, lehet, hogy ennek a kormánynak is köszönhetően mondjuk 2010 óta. A várandóságoknak a száma is csökkent, tehát önmagában azt megnézni, hogy mennyivel csökken az abortuszoknak a száma, az nem feltétlenül annyira beszédes, mint hogyha azt nézzük, hogy az összes várandóságon belül mennyivel csökken az abortuszoknak a száma. És egyébként arányaiban is csökken, tehát azt is elmondhatjuk, hogy volt olyan év, valóban 1990-ben nagyjából 40%-a esett áldozatul a megfogant gyermekeknek az abortusznak, most már ez körülbelül 20-25% körül van, de ez még mindig nagyon magas. Tehát ha belegondolunk abba, hogy minden ötödik megfogant magyar gyermek abortusz áldozata lesz, és meg sem tud születni, akkor azért látjuk, hogy ez még mindig egy óriási szám, és azért emelek szót értők, mert ők nem tudnak. Tehát ez egy nagyon fontos összetevője ennek a javaslatnak, hogy azért kell a szívhanggal érzékeltetni. Egyrészt az édesanyával is, másrészt én szeretném a döntéshozókkal is, hogy átérezzék, hogy miről van szó. És a döntő kérdés az, hogy mikortól tekintjük életnek az embert, és úgy gondolom, hát hogy ez egyértelmű, hogy a fogantatás pillanatában jön létre az az új minőség, ami előtte nem volt, tehát nem arról van szó, hogy két sejt egyesül, és akkor az a két sejt most már párban megy tovább, hanem egy új minőség jön létre, és attól a pillanattól kezdve mi már csak fejlődünk. De egyenlő méltóságunk van, teljesen függetlenül attól, hogy valaki a fejlettségnek milyen szintjén van. Ugye megszületett gyermek sem tud beszélni, nem tud járni, ettől még úgy tekintünk rá, hogy ugyanolyan méltósággal rendelkezik, mint bármelyikünk. Nyilván ez is több más javaslat és a parlament elé kerül, de a kormány felállásával kapcsolatban, hogy a végül is megvalósítani, hogy a kormány tud akár ilyen, akár más témákban döntéseket vagy javaslatokat. A kormány felállásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy abszurdnak és szürreálisnak tartja az új kormány struktúrát. Ezt pontosan mire érti? Az, hogy a család, az oktatás, az ifjúság, az egészségügy, a sport, a gyermek, ezek szavak szintjén sem szerepelnek egyetlen minisztériumnak a nevében sem. Tehát ez nagyon érdekes, hogy személyekre szólva... Államtitkárságok vannak? Hát államtitkárságok. Eddig is azok voltak, akkor szürreálisan éltünk? Igen, mert például a családügyi miniszter volt Novák Katalin, és amikor őt kinevezték miniszternek, akkor azzal érvelt a Fidesz, hogy ez egy olyan fontos terület, ami önmagában megérdemli azt, hogy miniszteri szinten foglalkozzanak vele. Most már lefokozták államtitkári szintre, vagy hát nem tudjuk, hogy lesz a családügyi államtitkár egyáltalán. Tehát azért az nagyon beszédes, hogy ezekkel a területekkel nem tud mit kezdeni a mostani kormányzat. Az, hogy a belügyminiszter felügyeli az egészségügyet, az oktatást, mellette még a rendvédelmi szerveket is, amit ugye eddig is Pintér Sándor felügyelt, az egészen szürreális szintén. Hát egy olyan ország van Magyarországon kívül, ahhoz az egészségügy a belügyminiszterhez tartozik, ez Nauru. Tehát ez mutatja, hogy a kormánynak nincs is szándéka arra, hogy ezeken a területeken rendet tegyen, holott egyébként az teljes állami szférában, hogyha megnézzük, mindenhol Pintér Sándor, hát két éve egyébként nagyon sok egészségügyi terület Pintér Sándorhoz tartozott, akkor teljesen szürreális volt ezek szerint a koronavírus járvány kezelése is. Így van, én ezt is így gondolom egyébként. Nem volt hatékony? Épp hogy a lezárások voltak túlzottak a mi álláspontunk hát szerint. A kampányban hallottuk. Így van, illetve az oltásra kötelezés is ellen is felemeltük a szavunkat. De visszatérve az állami szférára, mert most már gyakorlatilag majdnem az összes állami dolgozó Pintér Sándor alá fog tartozni, és azt látjuk mindenhol, hogy létszámhiány és alulfizetettség jellemző. De elég a pedagógusokról beszélni, itt a felvezetőben is volt erről szó, és ráadásul azért is aktuális szintén, mert most tiltja be gyakorlatilag a sztrájkot egy törvénymódosítással a kormány a pedagógusok számára, holott mindenki, aki az oktatással bármilyen kapcsolatban is van, maga is a saját gyermekeink keresztül is tapasztalja, hogy létszámhiány van, és alulfizetettek a tanárok. Hát valami pozitívumot is a kormány oldalról, mondjuk most az extra profit adó bevezetése kapcsán, hogy ugye ezt a tervezett az alapoknak a feltöltését azért csak 40%-ban ebből, és 60%-ban a kormányzati költségek és az adminisztráció költségének csökkentése révén szerint.
szeretnék elérni, ezt jó iránynak tartja? Az extra profit kivetését az természetesen, és mi már a koronavírus járványjal kapcsolatos válság idején is ezt felvetettük, hogy azok az óriás cégek, amelyek még a lezárások idején is gazdagodtak, és ez kimutatható multinacionális kereskedelmi láncok esetében, vagy a gyógyszeripar esetében, amely most egyébként kimaradt a kormányzatnak azokból a szektorokból, ahol bevezetik ezt az extra profitot, ez kimutatható. Én láttam szerepelni. Igen, Nagy Márton hivatkozott is arra, hogy 20 milliárd forintos tétel. Viszont önök a bankokat például nem adóztatták volna, meg én megnéztem azt a javaslatot, miért nem? De a kampányban beszéltünk erről, és a programunkban is szerepelt, hogy a bankokra is vessünk ki. Extra profit adót? Így van, így van. Ez egy új dolog, mondjuk. Hogyan oldanák meg azt, amire most mindenki figyelmeztet, hogy ne hárítsák át ezeket a plusz terheket a különböző iparági szereplők a fogyasztókra? Ez minden ilyen bevezetett adóval kapcsolatban felmerül. Ugye az áfa csökkentés kapcsán is nagyon sokszor elő szokott jönni ez a kérdés, hogy ne a fogyasztók fizessék el, meg jogszabályi garanciákat kellene arra bevezetni, hogy ezek a cégek ezt ne tehessék meg, illetve hogyha mégis megteszik, és ezt érzékeli a kormányzat, mert ezt fogjuk látni, hogyha ez megtörténik, akkor egy újabb külön adóval lehet megoldani, hogy ezeket a cégeket megbüntessék. Hosszasan hivatkoztak arra, hogy az adó alap az alap, és ha azon túl van az extra profit, vagy profitot szerez egy cég, akkor az adó. Tehát szerintem Nagy Márton elég... Igen, ezt mondta, hogy nem a rendes nyerességből, hanem az extra haszonból lesz, és szerinte ezért nem fogják áthárítani. Hát meglátjuk, ez a jövőnek a zenéje, hogy áthárítják vagy nem. Biztos lesz olyan, aki áthárítja, lesz olyan, aki nem hárítja. A tapasztalatoknak a birtokában kell majd újabb lépéseket tenni a kormány. Hát a megadóztatottak köre is ugye vita téma. Önök vagy ön mit, vagy kiket, vagy milyen ágazatokat tartana még ide bevonásra? Az még nagyon fájó hiánya ennek az intézkedésnek, hogy a saját oligarcháit nem adóztatja meg, vagy az ő érdekeltségeit nem adóztatja meg a kormányzat. Éppen most olvashattuk, hogy Mészáros Lőrinc vagyona egy év alatt 60 milliárd forinttal nőtt. Tehát ha itt tartunk, azért a kormányzati nagyberuházásokat visszafogja, a kormány 860 milliós visszafogásról volt szó, és ott azért az építési vállalkozók és megszenvedhetik ezt a lépést, nem? De maga az extra profit adó nem terjed ki erre az ágazatra, szerintünk ki kellene, hogy terjedjen rájuk is, illetve nagyon fontos lenne, hogy a gazdasági közszereplőnek a fogalmát is bevezessük, az átláthatóságnak a kedvéért, tehát azok, akik az állami közbeszerzéseken egy bizonyos összeghatár felett elnyernek megbízásokat, ők is tegyenek nyilvános vagyonnyilatkozatot, illetve a családtagjaik is, hogy átláthatóbb legyen ezáltal a magyar közélet. Ezt is javasoltuk az országgyűlésben már ebben a ciklusban is, hogy ez történjen meg. Nem csak a magyarországi tehát a multinacionális vállalkozók, hanem a magyar vállalkozók számára is egyre nagyobb probléma a munkaerőhiányának orvoslására, mennyire tartja ideálisnak a távol-keleti vendégmunkások behozatalát? Egyáltalán nem, és nagyon szomorú, hogy a kormányzat ezt gyakorlatilag továbbra is fenntartja ezt a gyakorlatot, hiszen ugye a veszélyhelyzetre hivatkozva ez már hatályban volt, és most egy törvényi erővel hozták meg az országgyűlésben azt, hogy könnyített módon érkezhetnek Magyarországra bevándorló munkavállalók. Ez az elismerése annak, hogy a demográfiai fordulatot egyébként nem sikerült végrehajtani Magyarországon az elmúlt időszakban, és minden ezen áll vagy bukik, tehát ez a legfontosabb kérdés, hiszen valóban, hogyha nem lesznek magyar emberek, magyar gyermekek, magyar fiatalok, akik egyrészt kivándorol nyugatra, másrészt ugye meg sem születik, akkor ehhez az eszközhöz fog nyúlni a kormány, de ez nagyon álszent az ő részükről, hiszen nagyon vehemensen tiltakoznak a bevándorlás ellen, és hivatkoznak. Az illegális bevándorlás ellen. De a legális bevándorlásnak ugyanolyan veszélyei vannak sajnos Magyarországon, mint az illegális bevándorlás. De ha nincs munkaerő, az is veszélyes a magyar gazdaságra, mert amúgy is nehéz helyzetben van, amúgy is lassul a növekedés, így legalább ezt a részét próbálják orvosolni. Milyen más megoldás lenne? Lenne munkaerő, csak Nyugat-Európában vannak, tehát hogyha a magyar fiatalok látnának itthon perspektívát. Ezért és nagyon sokan hazajöttek az elmúlt években. Hát még mindig több százezer magyar dolgozik külföldön. Nem tudjuk pontosan mennyien. Hát azért hányan szavaztak például külképviseleteken, az egy szám, az is mutatja, de az, hogy több százezer, az még eddig azért nem húzta alá senki.
Dehogy nem, hát ez nagyon sok helyen megjelent ez a szám, hogy több százezer, hát hogy ne a külképviseleteken szavazás, a külképviseleteken való szavazás, az pedig nem mérvadó, hiszen az egy nagyon nehezített eljárás, ami ellen szintén felemelt. Akkor mondjon egy számot, hogy hányan dolgoznak én, mert több százezer az egy nagyon általános fogalom azért. Lehet 900 ezer is, meg lehet 100 ezer is. Hát szintén a magyar államnak a problémája és a magyar kormánynak a mulasztása, hogy nincsen erről pontos statisztika, hogy hányan dolgoznak Magyarországon. Mindenkinek be kéne jelenteni, hogy én külföldre mentem? Akár bejelentési kötelezettséggel, így van, hogy munkavállalás céljából. Tessék? Az Európai Unió tagországában? Tehát mindenkinek vezetni kellene? Engem nem nagyon érdekel az Európai Unió, már elnézést kérek. Tehát, hát csak hogy... minket érdekel, mert itt élünk, és tagjai vagyunk. Nem? Világos, de attól, nem, hogyha egy Európai Uniós szabályozás a magyar érdekkel ellentétes, akkor szerintem nekünk azt nem kellene figyelembe venni. Tehát, hogyha mi szeretnénk azt tudni, és miért ne tudhatná a magyar állam már elnézést, hogy az ő állampolgárai közül pontosan hányan dolgoznak külföldön, akkor ehhez én úgy gondolom, hogy alapvető joga van, teljesen mindegy, hogy mi az Európai. Még egy témáról röviden beszéljünk, ugye tegnap is módosítás történt a benzinársapka kapcsán az ügyben, hogy kitankolhat, ugye a magyar rendszámú autókra vonatkozik mostantól csak a 480 forintos ár, ezzel egyetértenek, nem, és egyáltalán ezt a benzinársapkát mennyire tartják fenntarthatónak? Hát rövid távon mindenképpen működik, azt láttuk az elmúlt időszakban. Hosszú távon ugyanakkor kérdés ez is, hogy meddig lehet fenntartható valóban, és hogy milyen eszközökkel lehetne ezt a benzinár elszabadulását szintén kezelni. Itt az extra profit nem erről szól? Pontosan erről szól, a MOL-nak 300 milliárdot kell befizetnie. Részben erről szól, így van. Másrésztről pedig azzal egyetértünk, igen, hogy a magyar rendszámú autókra terjesszék ezt ki, hiszen a benzinár turizmus az valóban kialakult és érzékelhető volt, de ez elsősorban a magyar embereknek kellene, hogy segítség legyen. Nyilván vannak olyan kérdések, amelyek felvetődnek, hogy valaki kint dolgozik és ott vásárolt autót, de magyar állampolgár is életvitelszerűen Magyarországon él. Nyilván ezek olyan speciális helyzetek, amikor én megengedő lennék ebben a szabályozásban, de ez úgy gondolom, hogy kis része az élet. Dúró Dóra és Pildor Tamás, köszönjük szépen, hogy vendégeink voltak. Köszönöm a lehetőséget.